most jöttem az ideje, mert az utolsó szám következik a gyimesi, az pedig úgy fog felérni, hosszú lesz, úgy türelem, mint a bátor kisebb. Úgy kezdődik, hogy Lusi eljátsza a Juhait kereső pásztornak a nótáját. Juhait kereső pásztor nótája az azért érdekes, mert hát arról szól, hogy elvesztette a Juhait, mikor keresi, akkor keserves nótát rögtönöz, mikor meg megtalálja, akkor meg gyors táncnótát, mint egy örömében, és ez váltakozik, mondván, hogy a tévedések vannak a történetben, nem találja meg mindjárt a Juhait, csak azt hiszi. Igen, csak ennek a zenének a török változatában már azt a mesét halljuk, hogy a bojtár gyerek beleszeret a bácsnak a lányába, és a bács azt mondja, hogy ha valamivel meg tudsz lepni, akkor odaadom a lányomat. Bojtár ezt a nótát fújja, és lehagyja a juhokat a tóhoz. Aztán visszafordulja a juhokat, oda megy a bácsára, és a bácsa odaadja neki a lányát. Meglepődött, ugyanis a juhok nem ittak a folyóból, pedig az köztudott, hogy ha a juhvizet lát, akkor iszik belőle. Hogy csináltad, fiam? Hát azt a nótát fújtam, amivel én ezt el tudtam érni. Magyarán az állatok feletti uralomnak az eszköze is a furúja. És tudjuk is, hogy így van, az állat megszereti hangját, rászokik, tehát úgy mondta a Kocsis János széki pásztor, hogy a pásztorság az egy tudomány, mert az ember beszélni tud az állatok nyelvén, méghozzá a furújával tud beszélni. Hát ezt meg kell a gyümesi változatát halljuk majd most.